több esemény is volt a múlt héten. Ugye szerdán a csapatbajnokság, az mb 1 es csapatbajnokság volt a felnőtt ö, ö, csapatbajnokság. Ö, itt ugye a haladás és a, a Csöpel csapataival kerültünk egy csoportba, és a csoport küzdelmek zajlottak, annak is a visszavágója. Hétvégén folytatódtak az események, pénteken és szombaton diákolimpiát rendeztünk két kor korosztályba. A pénteki napon volt a diák egyeseknek, és szombaton a serdülő korosztály számára ami szép sikerekkel zárult. Hát természetesen feltételei vannak egy, egy verseny rendezésének, és azok a szakosztályok kapják meg elsősorban, akik ezeket a feltételeket tudják biztosítani, tehát megfelelő helyszínnel, körülményekkel rendelkeznek, és úgy gondolom, hogy az a ceglédis sportcsarnok ezekre a rendezvényekre egy tökéletes választás. És hát az eddigi verseny ezek szerint elégedettek voltak a, a szövetség vezetői, Te természetesen a, az is számít a helyszínek odaítélésénél, hogy egy adott szakosztálynál milyen feltételek vannak, milyen eredmények, és összességében ez döntött valószínűleg, hogy cegléd megkapta ezeket a versenyeket. Hát nem jó előjelekkel indultunk a visszavágon. Sajnos azt tudtuk, hogy a Kozák Pistinek a combján van egy fertőzés, ami nagyon csúnyán elfertőződött és kezelni kellett. Egy kisebb műtéttel próbálták a sportkorházba rendbehozni, és ezen a héten még nem bírkozhatott volna. De sajnos kedd este a verseny előtti utolsó edzésen Lőrinc Tamás is megsérült, egy tércsalag sérülést szenvedett, így ő nem tudott bírkozni és azért kénytelen volt. Kozák Pistő elvállalni a mérkőzést. Ezek után, az előjelek után már csak az volt a célunk, hogy meg tudjuk tartani a csoport második helyet. Ez végül is sikerült egy szoros mérkőzésen, Ugye haladással küzdöttünk a második helyért. Az első fordulóba nyertünk 17-13-ra, ha jól emlékszem. A visszavágon sajnos egy szoros eredménnyel 16-14-re kikaptunk, de az összesített eredmény alapján 30. Egy 27 re Cegléd lett a jobb, tehát így a csoport másodikat meg tudtuk tartani. Ez azt jelenti, hogy a, a negyedik, hatodik helyért fogunk birkozni a folytatásban. Az nb 1 ben kilenc csapat indul, a, ettől az évtől kezdődően. A kilenc csapatot a lebonyolítás szerint három-hármas csoportba osztották. Mi a haladás és a csapellel kerültünk egy csoportba. A folytatásban vagy a csoportmérkőzések arról döntenek, hogy ki lesz a csoport első, második, harmadik, és a foly a folytatásban pedig a csoport győztesek az első három helyért fognak birkozni, a csoport másodikok a négytől hatodik helyért, és a csoport harmadikok pedig a héttől kilenc a kiesés elkerüléséért küzdenek. A hétvégén rendeztük a Diák Országos döntőjét két korosztályban. Pénteken, ahogy említettem, már a Diák Egyesek léptek szőnyegre. Itt is szép siker született. Lett, hó, ha jól emlékszem, két Diák bajnokunk. Egy második helyünk, három, harmadik és két ötödik helyünk. Másnap folytatták a serdülők. A serdülő olimpia országos döntőjében a 12 súlycsoportból 6-ban volt szeglédi döntősünk. Ebből négyet sikerült is megnyerni. Kettőt sajnos elveszítettünk, úgy így lett két, vagy négy diákolimpia bajnokunk, és két ezüstérmünk, és lett még két bronzérem ebbe a korosztályba, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek az eredményekkel egy nagyon jó hétvégét zártunk. Hamarosan vége az évnek, talán jogos a kérdés, lesz -e még valami megmérettetése a fiatal birkozóknak? Igen, természetesen még az év vége felé járunk, de még nem ért véget. Ugyanennek a két korosztálynak még az országos bajnokság lesz kötött fogásban, és még a náluk még egy korosztályra fiatalabb, a diák kettes korosztálynak lesz egy diákolimpia és egy országos bajnokság szintén kötött fogásban. Ez a négy verseny vár még ránk, de természetesen ez mellett vannak különböző meghívásos versenyek. Most hétvégén például Ukrajnában munkásra utazunk egy nagy nemzetközi versenyre, és mellette még a kicsiknek is, hogy a télapó, vagy a Mikulás közelettével télapó bajnokságokat szoktak különböző szakosztályok rendezni, és oda is van már egy meghívásunk, tehát még azért megyünk több versenyre.